Puzsér Robert vagyok. Most, hogy elültek a mokkás Batman videó körüli zendülés első hullámai, úgy döntöttem, reagálok az azt ért véleményekre. Kezdeném azzal, hogy nem vagyok filmszakértő. Egy filmrajongó vagyok, aki rádióműsor gyárt a kedvenc filmjeiről. Az a tény, hogy filmszakértőként konferáltak föl a műsorban, éppen olyan sajnálatos, mint az, hogy sokan 20 perc alatt kigúglizható friss pletykákat várnak el valakitől a tévében, az ő szubjektív véleménye helyett. Nem azért ültem be abba a stúdióba, hogy egy másfél év múlva bemutatásra kerülő film szerepeire esélyes celebeket futtassam. Bármennyien is gondolják, hogy ez lett volna a dolgom, mert ez jelenti a szemükben a hozzáértést. Hanem azért, hogy Batmannek, ennek a vicces, denevérmaszkos képregény hülyeségnek a széles körben hangoztatott filmtörténeti jelentőségét elvitassam. Az ezt követően elszabadult Lynch hangulat a kísérletem megalapozottságát igazolja. Bevallom, nem fájlalom túlzottan, hogy megbántottam az internetes denevérfétis klubok kedvenc szuperhősét, de meglátom azokkal a fülekkel is, bocs, nem tudok félni tőle, akárhogy erőlködöm. Továbbá Jokertől se tudok. A Nolan Batmannel pedig pont az a bajom, hogy ezt várja tőlem. A Batman Story groteszk akciófilmnek esetleg alkalmas, horrorfilmnek, thrillernek vagy drámának viszont biztos, hogy röhelyes. Pedig nem csak a Nolannek a Batman filmjeit láttam, de az Arkham Elmegyógyintézet című képregényt is végiglapoztam, aztán mégse éreztem semmi borzongást. Jokerből az én szememben nem lett Hannibal Lecter vagy John Doe, hanem ott maradt a Zöld Manó vagy Lex Luthor szintjén, és szánalmas kísérlet volt az utóbbi ligából az előbbibe átkérezkednie. Különös, hogy ezt magyarázni kell. Utoljára akkor éreztem magam ilyen furcsán, amikor az általánosban arról kellett győzködnöm egy elvetemülten fradista osztálytársamat, hogy a Fisher azért nincs akkora játékos, mint a Puskás volt. Batman és Joker küzdelme alapvetően mulatságos. Csak amikor az IMDb minden idők 10. legnépszerűbb filmjévé válik, akkor lesz nevetséges. És ebből nem az következik, hogy akkor nem értek hozzá. A filmélmény ugyanis nem exakt tudomány. Ostobaság úgy viszonyulni hozzá, mintha megjelenne a képernyőn egy felirat, miszerint fizikus, a hozzátartozó csávó meg azt mondaná, hogy E nem egyenlő MC négyzet. Egy film soha nem lesz objektíven jó, még akkor sem, ha minden bevételi rekordot megdönt. Egyébként Nolan szerintem is tök jó rendező. De nagyon nem a Sötét Lovag miatt, hanem például a Memento, meg a Tökéletes Trükk a legjobb filmek, amiket ő írt meg rendezett. És ha ebben bárki is egyetért velem, abból se az következik, hogy én értek a filmekhez, mert Nolan a király, hanem csak az, hogy történetesen egyezik a véleményünk egy szubjektív, alapvetően esztétikai kérdésben. Az a siralmas, hogy a különböző blogokon és fórumokon lincselők tömegei valakitől a képernyőn nem egy határozott egyéni véleményt várnak, hanem egy benfentes infokkal tűzdelt, esztétizáló hájpolást, ami objektívnek látszó szakmai felhatalmazást ad a rajongásuknak egy latex ruhás és csukjás fétis személy iránt. Nagyon szórakoztatott továbbá az eset kapcsán, hogy olyan blogok szerkesztői és látogatói voltak képesek számon kérni rajtam a kompetenciát meg a szakmaiságot, amik néhány mondatos kommentárokkal lapátolják össze egymás alá a celebrity üzletek valamennyi szemetjét. Hadd ne én érezzem már magam denevérükben úgy, mint egy Suttyó Proli, a korosodó Kelemen Annácska pornós viszontagságainak a tőszomszédságában, meg a sosetoszó Vévi Alekosz frissen kihajtott hónajszőrének az erdejében. Csodálkoztam, hogy ekkora port kavart fel ez az egész ügy, mert hogy csak úgy, mint a Sötét Lovag című film, tök jelentéktelen. Nolan rendezései nem a legjobb Batman feldolgozások, az ugyanis az 1989-es Tim Burton film Nicholsonnal, de messze nem is a legrosszabbak, mert az nyilván a Batman és Robin azzal a jégemberrel, akit a Schwarzenegger játszott. Szóval mindössze maradjunk annyiban, hogy kéretik a denevérruhás csávó kalandjait nem egy lapon emlegetni mondjuk a Volt egyszer egy vadnyugattal, a Birodalom visszavággal, a Nagymenőkkel, meg a Pszichóval, vagy például az Aranypolgárral. Ezeket ugyanis mind megelőzi az IMDb 250-es listáján. Na, most, hogy ezt mind tisztáztuk, nem maradt más hátra, mint hogy további sikerekben gazdag internet felhasználást kívánjak.